Balázs Eszter Anna vagyok, a Kolibri kiadó főszerkesztője, és a 2012-es Kai Fesztiválra megjelent újdonságaikat szeretném megmutatni. Az első könyv, ez kezdő olvasóknak készül, de már 5-6 éves kortól is nagyon nagy élvezettel forgatható. A neves norvég Junesbø krimiírónak az első gyerekkönyve, aminek most már a harmadik része jelent meg külföldön, és nagyon nagy sikert arat. Nem csak azzal, hogy szellemes a címe, és olyan témát boncolgat, ami a nagyobbodásoknak és a kisiskolásoknak kedvenc témája, hanem azért is, mert ugyanolyan fordulatosan, okosan és szellemesen megírt történet, ahogy ezt a szerzőtől már többször olvashattuk a krimijeiben. Itt egy 10 éves kisfiú és kislány az, aki egy majdnem őrült professzornak az asszisztenseként felfedezhet sok olyan dolgot, amit a professzor nem akar, de végül is a félre sikerült kísérletek után eljut hozzá. Többek között egy olyan kukibort, ami az űrbe képes repülni az ember, és ehhez kapcsolódóan mindenféle bonyodalmak következnek, hiszen ezt a NASA-nak el szeretnék adni, hogy végre valamitől híresek és gazdagok legyenek, ám de a gonosz ikerfiúk az iskolából és a szomszéd utcából ennek hírét veszik, és el szeretnék lopni. Sőt, mi többen is lopják, a professzor börtönbe juttatják, és mindeközben a csatorna rendszerben megjelenik egy óriási és folyton éhes anakonda, aki mint egy ilyen állandó veszélyforrás, még Güllét is, a főszereplő kisfiút is megkörnyékezi. Rendkívül szellemes az, hogy ezek a fiatalok benne beszélnek Güllének, a szófordulatai, az ötletei, Lizének az okossága, és természetesen a professzornak ez az extravagáns figurája nagyon élvezetessé és könnyen olvashatóvá teszi a könyvet, ez segíti a sok nagy betű és a nagy sortávolság, illetve az illusztrációk is, ami szellemesen adják vissza a történetet. A másik könyvünk nagyobb korosztálynak szól, ezt 12 éves kortól ajánljuk, de 10-14 évesek is előszeretettel olvashatják. Ez a Tudás könyvei sorozatnak az első része, és a Fekete Tintáról szól. A történetben olyan titokzatos sötét erő jelenik meg a világban, amely a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt a fejéből a tudást igyekszik kiszedni, kiszippantani, azért, hogy átverse fölöttük az uralmat. De szerencsére néhány kamasz, a 13-14 éves két fiú és két lány, Krisztián látható itt a főszereplő a könyvben, rájönnek erre, és azt is kitalálják, hogyan tudják megakadályozni. Ennek a módja az lesz, hogy egy idő- és térutazó szerkezet, egy bizonyos titokzatos fekete kő segítségével az öt különböző kontinensre eljutnak, mert hogy ezen az öt kontinensen van erre a tudás öt könyve, amelyben a felgyülemlett és ellopott tudás megtalálható. Ahhoz, hogy a küldetést teljesíthessék, rengeteget kell tanulniuk magukról a kontinensről, a kultúrtörténetéről, a történelméről, és ezért nagyon fontos anyagok, ismeretanyagok is megtalálhatók ebben az egyébként nagyon kalandos, nagyon humoros, izgalmas könyvben, amiről már most pontosan tudom, hogy a fiatalok nagyon tényleg odaszűrőződnek a székhez, és mellékesen jutnak olyan tudásanyaghoz, amit egyébként iskolai kereteken belül nem szívesen tettek volna magukéhoz. Vidra Gabriella a könyv szerzője, mellesleg 20 éve pedagógus, pontosan jól ismeri a célkorosztályt, és ezért egészen pontosan tudja, hogy mi az, amivel bevonható, beszívható egy ilyen történetben. Ezt tehát akkor egy 10-14 éves korosztálynak ajánljuk, és a folytatása a könyv héten várható.